Ördög Istvánt az óbecsaiek többsége csak Tipurityként ismeri. Tipurity egyedi személyisége városunknak. Egész életében nehéz körülmények között élt, de sohasem panaszkodott, nem kéregetett, és mindig megtalálta a módját annak, hogy emberiségét megőrizve, amennyire lehet, tisztességes módon éljen meg. Két hónappal ezelőtt azonban komoly változás indult meg életében. Egy helyi fiatal videófilmet készített életének körülményeiről, melyet az interneten is közzétett, s mely hatására egyre többen próbálnak segítséget nyújtani. Sokat segítettek, mint a fát kaptam. 6-7 köbméter fát, színes televíziót, plusz kábel tévét adó nékünk. Tiszta új tévé, akkor ruhákat kaptam, rendőrruhákat, meg stb. Tehát már nagyon régóta is van, a legjobb kollégám. Ilyen embert soha nem szabad elfelejteni. Hogyan tudta azelőtt beszerezni a tűzre valót? Hát a tiszáru hordtam. Még hordom még mai napig is. Most már nem, most már egy darabig nem. A kisfilm készítője Dáne Mandics 10 éve ismeri Istvánt. Mi szponi szlóteri, de akkor így se mera vágszia, de... Elmondása szerint nem is sejtette, mekkora hatást fog elérni az általa készített kisfilm. Az elmúlt hónapban több polgár is jelentkezett, akik tűzifát, ruhaneműt és pénzbeli segítséget nyújtottak István részére. Sőt, a segítségnyújtás visszhangja a világ másik végére is elért. A becsei származású, de évek óta Kanadában élő Szemér Turbity is csatlakozott a jótékonysághoz. Kádesni, nászok legyen becsejec, Szemér Turbity. Az elsődleges céljuk az volt, hogy elegendő élelmiszert és tüzelőt gyűjtsenek be a téli hónapokra, de ettől sokkal több segítség érkezett. Istvánnak egy hónappal ezelőtt csak egy régi tévéje volt, amin egy állomást tudott befogni. Az új tévé mellé azonban ingyenes kábeltévé szolgáltatást is kapott. A gerontológiai központból pedig minden nap meleg ebéd érkezik. De számára mégis a legnagyszerűbb ajándék a horvátországi jótékonykodóktól kapott sportmez, melyre kiskora óta vágyott. A gyűjtési akcióban Dejan Zeremszki és Slobodan Zecsevics, a Szabad Vajdasági Gondolkodás csoport tagja is részt vettek.